A helyszínelés és a mentés idejére teljes útlezárás volt érvényben az érintett szakaszon. Gyalogost gázolt egy kis teherautó mezőtúron a Puskin, illetve az Eper utcák kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre, akik a kis teherautót áramtalanították. Az elgázolt ember a kis teherautó alá szorult, ezért a tűzoltók pneumatikus emelőpárna segítségével emelték meg a járművet, hogy a beszorult embert ki tudják szabadítani és átadni a mentőszolgálat munkatársainak. Információink szerint a baleset következtében a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a baleset következtében életét vesztette. A gázolás pontos körülményeit a rendőrség még vizsgálja.